Budapest díszkivilágítása nem csak a hazaiak, hanem a turisták számára is vonzó. Budapesten pillanatnyilag 100 kilométernyi fűzér van fölszerelve, és ezen túlmenően még 3000 dekoratív figura van fölfűzve a fákra. Amit tanácsolnék, hogy az éjfél körül azért kapcsolják le a ház körüli dekoratív világításokat, ugyanígy a városokban is ezt lekapcsolják. Ezt már csak azért is, hogy a fényszennyezés minél minimálisabb legyen. Amennyiben a tönkrement ez a dekoratív világítás, és nem tudjuk visszacseréltetni a boltban, mert esetleg nincsen garanciánk rá, vagy pedig az előző években vásároltak, mentek tönkre, akkor mindenképpen célszerű azokba a konténerbe elhelyezni, vagy gyűjtőedényekbe elhelyezni, amelyek a különböző bevásárlóközpontokban, illetve barkácsáruházaknak a bejáratánál találhatóak. 14 ezer gyűjtőponton 20 ezer gyűjtőedénybe lehet belehelyezni az elhasznált lámpákat és izzókat. Egy országos tervszerű körjáratok mentén ezeket ürítjük automatikusan, illetve nyilván ott, ahol időközben megterik valamilyen oknál fogva egy edényünk. A közel 700 tonna lámpahulladékot Mezőkovácsházán hasznosítják.